Sziasztok! A következő videónak a témája az, hogy a bűn ne állítson meg a jó cselekedetekben. Nagyon gyakori az nálunk keresztényeknél, hogy a bűn megállít a jó cselekedetekben. Magyarul mondva, mikor elkövetünk valamiféle jelentősebb bűnt, akkor egyrészt nagyon szívünkre vesszük, és úgy gondoljuk, hogy akkor most megállunk a jó cselekedetekkel, nagyon azonosulunk a bűnnel, és nem folytatjuk a jó utat. És el vagyunk magunkkal, mardossuk önmagunkat, és nem arra koncentrálunk, hogy jó cselekedeteket hajtsunk végre továbbá. Két út szokott lenni általában véve. Az egyik a rosszabbik, ezzel kezdem, amikor valaki bűnöket követel egymás után, és úgymond feladja azt, hogy ő még képes jót tenni, nem is csinál senkinek onnantól kezdve semmi jót, azonosul a bűnnel teljes mértékben, nem érti meg, hogy a bűn önmagába véve nem mind olyan bűn, amit magáévá tehet, tehát rajta kívül történt, nyilván ő követte el ezt a bűnt, és hozzá tartozik, de ez nem határozza meg teljes mértékben az illetőnek az identitását. Tehát például, hogyha valaki, mit tudom én, lopott, ténylegesen bűn. Ő követte el, de ez még nem teszi teljes mértékben az identitását tolvajjá, lopóssá. Tehát ettől sokszor el kell kövesse azt a bűnt, hogy konkrétan az ő identitásává váljon. Nem jelenti azt, hogy kövessük el ezeket a bűnöket, mert ezek a bűnök hozzánk tartoznak, mi tettük meg, hogyha megtettük, de ez nem jelenti azt, hogy a megtérés pillanatáig, vagy amit mindjárt ki fogok fejteni, addig ne kövessünk el valamiféle jót embertársainkkal. Tehát az első lehetőség az, hogy halmozza az illető a bűnöket, már nem is érdekli semmi, elhallgattatja a lelkiismeretét, és azt mondja, hogy kész, ennyi. Én egy lopós tolvaj vagyok, én ezt csinálom, én rámegyek a bűnökre, igazi tróger, gangster, ultravagány, valaki vagyok, és nem érdekel, mit teszek. A másik véglet az, hogy valaki egy ilyen erőszakot követel a lelkiismeretével szemben, a lelkiismerete relatív tiszta, és akkor emiatt mardossa önmagát, és emiatt képtelen tovább menni, és jó cselekedeteket végrehajtani. Na most, erre van recept. A videó végén egy bibliai részt is fel fogok olvasni, és nagyon-nagyon röviden kielemezni, de addig is. Egy. Hogyha katolikus vagy, ortodox vagy, akkor számodra ott van a gyónás szentsége. Elkövettél egy bizonyos bűnt, és a gyónásodig kell várjál 5 napot, 6 napot. Esetleg holnap fogsz gyónni, vagy 2 héten belül, ezt csak te tudod. De ebben az időben, mielőtt elvégezted volna a szentgyónásodat, és őszintén megbántad volna a bűneidet, őszintén kérted volna Isten bocsánatát, és a gyónás szentségében az egyház szolgálata által a pap feloldozott volna a bűneid alól, ebben az időszakban te eldöntheted, hogy jót fogsz cselekedni, vagy rosszat. Leakadsz-e annál, hogy te egy nagyon-nagyon komoly bűnt követtél el, és a következő 5 napban arra vársz, hogy gyóni fogsz, vagy elkövettél valami komoly bűnt, tudod, hogy 5 napon belül gyóni fogsz, és ezt az 5 napot kitöltöd jó dolgokkal. Megérted azt, hogy elkövetted, de eldöntöd önmagadban, hogy miután ezt megbántad ezt a dolgot, és tudod azt, hogy meg is fogod gyóni, ezt az 5 napot kitöltöd azzal, hogy rendes vagy, jó indulatú vagy a társaiddal szemben, a barátaiddal szemben, a kollégáiddal szemben, az osztálytársaiddal szemben, a családoddal szemben, segítesz nekik, vagy önmagadba baroskadsz. Ha protestáns vagy, és bármelyik felekezethez tartozol, itt felsorolnék egy párat csak, mert ugye rengeteg van, református, luteránus, kálvinista, anglikán, metodista, presbiteriánus, baptista, pünkösdi, sorolhatnánk. Na most a helyzet az, ilyen esetben előtted az áll, hogy mivel nincs a gyónás szentsége a felekezetedben, ezért megbánod mélységesen a bűneidet, de tényleg, őszintén felhasználd az akaraterődet arra, hogy ne kövesd el ezt a bűnt újra, és kéred Isten kegyelmét arra, hogy segítsen, hogy ne essél bele újra ebbe a kísértésbe, és újra ebbe a bűnbe.
ugyanaz vonatkozik, mint katolikus és ortodoxokra, akiknél megvan a gyónás lehetősége, aminek az alapja mindig az őszinte bűnbánat, hogy ezt az időszakot jóval, jóval, jó cselekedetekkel, jó indulattal, kedvességgel és figyelmességgel törzs ki. A bibliai rész, amit kiválasztottam, az kifejezetten erős, kifejezetten kemény, de miért is ne? A Teremtés könyvéből a 4. fejezet Káin és Ábelnél. Itt látjuk azt, hogy mi történik, amikor az ember bűnt követel, és annak milyen következménye lehet. Mégpedig. Tehát Teremtés könyve 4. fejezet, 3. és 8. igerészek között. Történt pedig számos nap múltán, hogy Káin ajándékot mutatott be az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is áldozott nyája elsőszülötteiből és azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és ajándékaira, de Káinra és ajándékaira nem tekintett. Nagy haragra gerjedt erre Káin, és lehorgasztotta a fejét. Ám az Úr azt mondta neki, miért gerjedtél haragra, s miért horgasztod le a fejed? Nem, de ha jól cselekszel, jutalmat nyersz, de ha rosszul, legott az ajtóban leselkedik a bűn. Kíván téged, de te uralkodj rajta. Mindazonáltal Káin azt mondta Ábelnek, a testvérének, menjünk ki. Amikor kint voltak a mezőn, Káin rátámadt testvérére Ábelre, és megölte. Nagyon röviden itt is látjuk, hogy az első dolog, ami megelőzi a nagy, kifejezett és halálos bűnt, az az első bűn. Mégpedig Káin és Ábel mind a ketten Isten előtt áldoznak. Ábel áldozatára Isten rátekint, Káinéra pedig nem. Hosszan tudnánk fejtegetni, hogy Isten miért nem tekintett rá Káinnak az ajándékaira, és miért tekintett rá Ábel áldozatára, de most a videó nem erről szól. Viszont ezután mit csinál Káin? Káin elköveti az első bűnt, mégpedig azt, hogy irigységre, haragra gerjed Káin, Ábellel szembe. Ez az első bűn. A második pedig a bűnének a következménye. Itt, hogyha Káin, itt még Káinnak megvolt a szabad akarata, hogy döntsön, sőt, Isten figyelmeztette őt, hogy Káin, ne horgaszd le a fejedet, miért horgasztod le a fejedet, stb. 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 És óvja is, hogy vigyázz, mert legott rejtőzködik a bűn, leselkedik rád, te viszont állj ellen a bűnnek, és legyél erősebb, és uralkodj a bűnön. Tehát elköveti az első bűnt, és nem száll önmagában, hanem elkövet ennél egy még, ha lehet, még brutálisabb, még durvább bűnt, tehát bűnre halmoz konkrétan, és magában hordozza az irigységet, magában hordozza a haragot, amelyik irigység és harag rövid idő alatt tetté formálódik. Tehát hoppá, bűn és cselekedet. Ugye? A bűn az volt, hogy nem áldozott helyesen Isten előtt, utána irigy lett az öccsére Ábelre, harag gyűlt a szívében, és ez a harag szépen kinőtte magát, és cselekedet lett belőle, mégpedig az, hogy megölte Ábelt. Itt neki ott lett volna a lehetőség, hogy megbocsájt önmagának, Ábelnek, minden, és elengedi ezt a haragot, ezt az irigységet, és újra próbálkozik. És nem lett volna ebből gyilkosság. Viszont a bűn, amit elkövetett, egy cselekedethez vitt, amelyik pedig halált okozott, mégpedig, hogy megölte az öccsét. Ugyanígy vagyunk mi is ezzel. Ha elkövetünk egy bűnt, akkor ténylegesen nem csak az önmagunk lelkiismeretét sértjük meg, hanem az Istennel való viszonyunkat is megsértjük. Ez tetszik vagy nem tetszik, nekünk ez így van. Isten folyamatosan és ugyanúgy szeret minket, nem ő töri meg a szövetséget közte és köztünk, nem ő engedetlenkedik önmagával szembe, hanem mi engedetlenkedünk ővel szembe, viszont még mindig ott van a lehetőségünk, hogy ne úgy cselekedjünk, mint Káin, hogy elkövettünk egy bűnt, és akkor dacból, haragból, irigységből még egyet elkövetünk, ami ennél nagyobb, hanem már, amikor elkövettük a bűnt, elgondolkodunk rajta,
belenézünk a lelkiismeretünkbe, és azt mondjuk, hogy nem, ennyi volt. Megvárjuk azt a lehetőséget, ugye, amikor majd meg fogjuk jönni, stb., vagy hogyha protestánsok vagytok, akkor megbánni és megtérni belőle teljesen, és elfelejteni az egészet, mert Isten is megbocsát nekünk. Viszont ott van a cselekedet, hogy abban az időszakban, amíg ez lefolyik, abban az időszakban, ameddig keressük a lelkünknek a gyógyulását, abban az időszakban mi az, amit teszünk? Folytatjuk a bűnözést, rossz hangulatúak vagyunk, senkire és semmi másra nem figyelünk, csak erre a bűnre, és önmagunkba roskadunk, és akkor majd később learatjuk még ennek a bűn utáni traumatikus időszaknak a gyümölcseit is, vagy azt mondjuk, hogy oké, felfogtuk, megértettük, bűnt követtünk el, nem tagadjuk ezt a bűnt, és elkezdjük kitölteni azt az időt jóval. Cselekedetekbeli jóval. Tehát nem csak szép, aranyos, cuki gondolatokkal, hanem konkrét, megfogható jó cselekedetekkel. Köszönöm szépen!